patinás környezetben a Kálai Kúria parkjában található a Kálói-Semjéni futballpálya, amelynek helyén egykor teniszpályák álltak, és azokon Kálai Miklós későbbi miniszterelnök is ütötte a labdát. Az elmúlt két évben azonban csendes volt a pálya és környéke, a megyei másodosztályban szereplő együttes Biriben és Újfehérton játszott a hazai meccseit. Szombattól viszont ismét helyben láthatják kedvenceiket a szurkolók, egy 21 millió forintos beruházásnak köszönhetően ugyanis fél méter mélységben kicserélték a talajt, vízelvezető csöveket és vakonthálót tettek le, valamint újra füvesítették a játékteret. A felújított pályát hivatalosan szombaton adták át a labdarúgóknak. Magának a pályának a felújítását a helyi sportegyesületnek a munkatársa, illetőleg a vezetősége kezdeményezte, illetőleg bonyolította le. Több mint 20 millió forintos beruházásról van szó, és temérdek munkáról. A munkának a döntő részét, azon kívül, hogy kivitelezték ezt a pályát, gondozni is kell, ezt maga az egyesület végzi. Tehát napi szinten jönnek ide a játékosok, a kollégák az egyesületből vágják, szépítik a környezetet, rendezik. Mindenképpen egy elvárás is a mi oldalunkról, hogy a kúria területén belül egy rendezett pálya legyen, hiszen maga a Kálai Kúria az egy turisztikai látványosság, ez egy célpont. Ilyen szempontból is nekünk fontos az, hogy ez a pálya megújult, és majd, hogy nem szinte már egy NB1-es csapatnak a pályája is lehetne, mármint ami a füvet illeti. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy reményei szerint a magasabb osztály elvárásainak is megfelelő pályán hamarosan magasabb osztályban szereplő csapat futballozik majd. Ez egy első osztályú pálya, ilyen formán reméljük, hogy a csapat is a megye másodosztályból ezen a pályán olyan győzelmeket fog aratni, amivel az első osztályba fog kerülni, ez a célja az egyesületnek. Több mint 20 millió forintba került ezen pálya, és a TAO támogatást helyi vállalkozók adták össze. Köszönet a sportegyesület vezetőjének, köszönet az önkormányzatnak, és elsősorban a kálóseményi polgároknak, akik hittek abban, hogy egy bakhát földet pályává tudtak alakítani. A kálói-semjéni csapat az elmúlt héten kezdte el a felkészülést, és mint az egyesület elnöke elmondta, nagyon büszkék arra, hogy fennállásuk során először NB1-es csapat ellen játszhatnak. Úgy lépünk pályára, hogy megteszünk mindent, tehát nem felemelt kézzel állunk ki a Kisvárda ellen, de természetesen ugye a Kisvárdának áll a zászló, ezt így szokták mondani, de mindent meg fogunk tenni, hogy a közönség jól szórakozzon, mi jól szórakozunk, és a játékosok jól érezzék magukat. Nekünk ez most a legfontosabb. A Kisvárda megtisztelte a vendéglátókat azzal, hogy végig komolyan vette a mérkőzést, így kijött a négy osztályi különbség, Subka Attila együttese 10-0-ra győzött a szezon számára első felkészülési meccsén.